Polgárjogi Csak Alapítványt 2012-ben alapítottam, és azóta szervezünk különböző eseményeket. Most idén a Sakkfesztiválon október 4-én lesz a második pedagógus konferencia. A 8. Aquaprofit Polgár Sakkfesztivál kerül megrendezésre az alapítvány részéről. És nagyon fontosnak tartom, hogy az oktatásban megjelent a sakk a nemzeti alaptantervben, mint választható tantárgy, és az alapítvány azon munkálkodik folyamatosan, hogy a sakkpalota program, ami bekerült, amit használnak az iskolákba, azon dolgozunk egy egész csapat gyakorlatilag, és különböző helyeken, rendezvényeken vagyunk jelen, ahol fontos az, hogy minél több emberhez eljusson a sakk, hogy milyen pozitív hatása van a gyerekekre és családokra összességében. A sakkóra az egy különleges eszköz. Az én életemben gyakorlatilag mindig egy nagyon fontos része volt, mert amikor én versenyeztem, akkor én, amikor kicsi voltam, akkor nagyon gyorsan játszottam, tehát túl gyorsan is játszottam, viszont az ellenfeleim sokszor időzavarba kerültek, amikor már kevés volt az idejük. És azt én mindig próbáltam kihasználni és meglepő lépéseket tenni annak érdekében, hogy még jobban összezavarjam őket. És hát ez sok embernek problémát okoz, hogy beossza rendesen az idejét egy játszma alatt. Amikor kicsi voltam, akkor azt is nagyon szerettem, hogy az úgynevezett snell játszmákat játszottuk nagyon sokat nővéremmel is, edzőpartnerekkel is, sőt nagyon sok snell verseny volt, ami azt jelenti, hogy 5 percünk van nekem is és az ellenfelemnek is az egész játszmára, és ez mindig nagyon sok szórakozást okozott és hozott az életemben. Hát igazából nagyon sok fajta, talán több ezerre is számlálni tudjuk, több ezer fajta különböző sakkal kapcsolatos játék van, ami a sakkból indult ki, és különböző formájúvá vált, különböző mennyiségű kockák, mezők vannak rajta, sőt még van, amikor ki is van bővítve még plusz figurákkal. Nekem ennek ellenére azt hiszem nem meglepő, hogy mégis a klasszikus sakk az, ami a szívemhez nőtt, és valószínűleg az is marad.